mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Szeri, megkérem szépen, fáradjanak fel a színpadra, Nagykopecki Anna Mária Baróti Városi Művelődési Ház munkatársa, Benedek Huszár János Barótváros polgármesterét is szólítom a színpadra, Lázár Kis Barna András városunk korábbi polgármesterét is várjuk a színpadra, illetve dr. Demeter János, az Alutus Lider Kistérség Fejlesztési Egyesület elnökét. Tisztelt jelenlevők, tisztelt kézművesek és termelők! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idén megszervezett Erdővidéki Őszi Sokadalmon. Őszi Sokadalom önökért, tisztelt kézművesek és termelők, folytatva azt a hagyományt, ahol bemutatják, árusítják termékeiket. Az idei vásár hangulatát kulturális műsorral színeztük, és ezúttal is köszönöm a Baróti Gármozás Általános Iskola diákjainak, a Nem vagyunk mi kevesebbek, sőt többek zenecsoportnak, a Hajnalcsillag és Dobónéptánc csoportnak, Bogyor Hajnalnak és Ferenc Timeának, a Háttérzaj Együttesnek, hogy vállalták a fellépést. Az idei vásár szervezői a Barótvárosi Művelődési Ház és Barótváros Önkormányzata. Köszönöm a kollégáknak, hogy segítettek a vásár létrejöttében. Most pedig átadom a szót városunk polgármesterének, Benedek Huszár Jánosnak, ki megteremtette a nagy lehetőséget, és megkérem, hogy nyissa meg hivatalosan is a vásárt. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Kedves vásározók, tisztelt meghívottak, hölgyeim és uraim, nagy nap ez a mai a mi kisvárosunk életében, hiszen 16 éve, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, és az első Európai Uniós forrásokból megvalósított beruházást, ezt az élelmiszerpiacot ünnepélyesen most adjuk át. Ezért ez nagy öröm, hiszen ráléptünk arra az útra, amikor ebbe az óriási költségvetésbe nem csak befizetünk, hanem onnantól vissza is kapunk olyan pénzeket, amelyel a mi embereink, a mi lakosságunk jólétét tudjuk emelni, az itteni életszínvonalat tudjuk félfele módosítani. Ezen a napon elsősorban köszönetet mondok a vásározóknak, és köszönetet mondok a Béke utca lakóinak, hogy másfél éven keresztül elviselték azt, hogy nem ezen a helyszínen, hanem az utcában kellett megtartsuk a minden szerdai piacnapot, azért a zajért, azért a forgalmi akadályért, tehát köszönetet mondok. Mostantól, a mai naptól a vásár, a piac visszaköltözött az erre a helyszínre, és ettől arra fele itt fog lebonyolódni. De köszönetet mondok Lázár Kis Barna Andrásnak, városunk korábbi polgármesterének és az általa vezetett önkormányzatnak, hogy pár évvel ezelőtt kezdeményezték ezt a beruházást, benyújtották ezt a pályázatot és elindították a megvalósulás útján. Két évvel ezelőtt megtisztelő volt átvenni a feladatot, képviselő úr, jelentem, a feladatot átvettük, elvégeztük, és közösen mi városunk és egész Erdővidék javát fogja szolgálni ez a most megnyitandó vásártér. Köszönetet mondok ugyanakkor az Alutus Lider helyi akciócsoport vezetőségének, dr. Demeter János elnök úrnak, Antal Esztilla igazgatóasszonynak, Bardos Csaba munkatársnak és mindenki másnak, akik biztosították a finanszírozást és szakmai hozzáállásukkal segítették ennek a piacnak a megújulását. Köszönetet mondok a Zöld út Kft. Vezetőségének és munkatársainak is, akik az elmúlt másfél évben sok alkalommal türelemről téve tanúbizonyságot, sok feszültséggel terhes pillanatot kölcsönös megértéssel túlhaladva megvalósították, fizikailag lerakták ezeket a piskótákat, megépítették a pavilonokat, és elkészítették a vásárteret úgy, ahogy ezt most látjuk. Azt szeretném, hogy ezen a napsütötte őszi napon mindenki találja meg a számítását, kerüljenek jó minőségű, tetszetős portékák a kosarakba és az otthonokba, és a megfelelő ellenértéke az árusokhoz. Azt kívánom, hogy mindenki számára legyen a mai nap egy új kezdet első napja, tartsunk itt még sokszor szerdai piacnapokat, őszi, tavaszi, karácsonyi vásárokat is, érezzük jól magunkat. Köszönöm a figyelmet!
Tisztelt polgármester úr, tisztelt meghívottak, kedves árvidéki lakósok! Mindenekelőtt szeretném kiemelten megköszönni a meghívást, hisz jelen lehetek egy olyan közös projektünk adodásán, amely még az én polgármesterségem ideje alatt indult el, és hála Istennek sikerült a következő városvezetőnek befejeznie az elkezdett munkát, amelynek végeredménye a városunk minden lakóját szolgálja. Tulajdonképpen ez a lényeg a közösségi összefogásnak, hogy aki átveszi a stafétabotot, az vigye is tovább az elkezdett munkát. Hála van a szívemben, amiért az általam elkezdett munka azok által fejeződhet be, akik átvették tőlem a stafétabotot, és hiszem, hogy ugyanígy kell történnie baróton minden elkezdett projekttel kapcsolatban a dolgoknak, amikor a jelenlegi városvezetés adja majd át a stafétabotot egy következő vezetőségnek, a fiatal generációnak. Köszönjük szépen Lázár Kisborna Andrásnak, városunk korábbi polgármesterének a kedves szavakat. Végezetül pedig felkérem dr. Demeter Jánost, az Alutus Leader Kistérség Fejlesztési Egyesület elnökét. Köszöntse önöket! Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlevők, tisztelt hölgyeim és uraim! Barót vásáros hely, és arra hivatott, hogy a vidék központi városává nője ki magát, írta Orbán Balázs Székelyföld leírásában. Az, hogy Barót melyik királyunktól vagy fejedelmünktől kapta a vásártartás jogát, nem teljesen tisztázott, de az biztos, hogy az a település, amelynek vásártartási jogot adományoztak, az a térségének gazdasági központjává vált. Így volt ez Barót esetében is. Barót sokkal hamarabb volt vásáros hely, mint bányaiparáról híres kisváros. A vásárok a kistérségi gazdaság motorjai voltak, és azok mai napig. Itt nem csak háztáji termékek találnak új gazdára, de emberek találkozó helye is, ahol ötletek, receptek, gazdálkodási módszerek, és ki tudja, mi minden talál új gazdára. Egy dolog biztos, aki a vásárba ment, akkor is vitt haza valamit, ha semmi nem volt a kosarában. A vásár a társadalom alakító ereje, ismerkedési hely, legykák cselekereskedelmének helye, modern szóval élve egy gazdasági hálózati csomópont, ahol szinte minden szereplő talál magának valamit. De a baróti vásárban a messziről jött árusoktól meg lehetett tudni a brassói, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi és még ki tudja honnan érkező híreket is. És mindezt minden szerdán. Azt is mondhatnánk, hogy kisvárosunk életében egy hét bizonyos szempontból nem vasárnaptól vasárnapig, hanem szerdától szerdáig tartott. Ősz van, igazi vásáros időszak. Mai napig emlékszem arra az izgalomra, amikor a mai polgármesteri hivatalban működő napközi otthon udvarán kisgyerekként figyeltem az akkor a református templom mellett működő szerdai piacra érkező nagyszüleimet, akik a kerítésen beadtak egy gerezd szöllőt, amit aztán percek alatt szétkapkodott a gyerekhad. Az Alutus Leader Egyesület kiemelt fontosságú projektként kezelte a baróti piac felújításának tervét, és körülbelül 200 ezer euróval járultunk hozzá a projekt sikeréhez. Ezzel tulajdonképpen legnagyobb projektünket, legnagyobb beruházásunkat valósítottuk meg. Mindezt abból a meggyőződésből, hogy ezzel is hozzájáruljunk a térség gazdasági fejlődéséhez, hiszen a háztáji termékek értéke egyre nő és nőni fog a jövőben. Ma már az életminőség egyik fontos része, hogy egészséges háztáji élelmiszert fogyasszunk. Ehhez ezzel a beruházással Erdővidéken minden megvan. Hozzáértő munkás, gazdálkodó emberek, jó földek, jó legelők, és most már egy olyan helyszín is, ahol a megtermelt termékeket jó körülmények között értékesíteni lehet. Köszönöm az Alutus Leader Egyesület operatív csapatának hozzáértő munkáját és az önkormányzat hozzáállását. Gratulálok a kivitelezőnek is a munka minőségéért. És hogy nekem miért fontos a szerdai piac vagy vásár? Hát azért, mert ezelőtt sok évvel egy szerdai napon születtem itt Baróton. Nagyon hideg volt, de ami fontos, hogy szerda volt és piacnap. Tisztelt jelenlevők, kívánom, hogy sokáig használják a megújított baróti piacot. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen dr. Demeter János elnök úrnak is a köszöntő szavait, és ezzel a hivatalos megnyitónk gyakorlatilag véget ért, és kulturális programok veszik kezdetét, és a folytatásban a Baróti Gál Mózes általános iskola diákjainak műsorát fogják megtekinteni. Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz, csillámoló derekkel, sárga levelekkel, szőlővel, mosolygóval, fűre koccanó dióval.
kék a kökén, zöld a petrezselyem, megküld babám köztünk a szerelem. Nem csak megküld, hanem meg is vagyok, látod-e babám, nem is hozzád való vagyok. Azért, amért ilyen színos vagyok, ne hívd babám, hogy én festett vagyok. Így szült engem anyám a világra, pirosító nem járt az orcsámra. Azért, amért ilyen sápat vagyok, ne hívd babám, hogy én beteg vagyok. Elsárgított engem a szerelem, nálad nélkül gyászós az életem. Azért, amért ilyen barna vagyok, kilenc legény szeretője vagyok. A híz egyike van tőlem zárva, édesanyja cifra szobájába. Az a másik vizes árok, nád a terő nem virágot, nád a terő nem fekete lencsét, Isten szeres nem ennyecskét. Nád a terő nem fekete lencsét, Isten szeres nem ennyecskét. Ne hívd babám, hogy én sírom, mikor a levelet írom, reszket a tól a kezembe, fütyülök a szerelmetre. Reszket a tól a kezembe, fütyülök a szerelmetre. Páros csillag az ég alján, egyik fényes a más oldalán. Lám az enyém az a másik, amely most is alig látszik. Lám az enyém az a másik, amely most is alig látszik. Nagyon szépen köszönjük a Baróti Gámózes Általános Iskola diákjainak ezt a gyönyörű szép őszi csokrot, amelyekben verseket és népdalokat hallhatott a kedves közönség. Perceken belül a következő kulturális program veszi kezdetét. A színpadra szólítom a Nem vagyunk mi kevesebbek, sőt többek zenecsoport tagjait, és amire ideérnek, felhívom a kedves jelenlévők figyelmét, hogy egész délutánig lehet nézelődni, válogatni a vásárosok portékái között. A Lauraház gyönyörű szép fotósarkat készített minden jelenlevő számára, úgyhogy ha valaki, aki szeretné megörökíteni az őszi vásárt fénykép formájában, az megteheti, és a bódék mellett lévő őszi dekorációnál, az őszi háttérnél készíthet saját részre fotót, és aztán otthon egy év múlva előveheti, hogy milyen is jó volt, milyen jó is volt idén kijönni a vásárra. Ugyanakkor felhívom mindenki figyelmét, hogy aki itt már körülnézett, és úgy gondolja, hogy szeretne hazamenni, vagy tovább menni, akkor az őszi vásárhoz kapcsolódóan az őszi gardróbvásár is folyamatosan zajlik a helyi kultúrotthonban, és a kultúrotthonban is várják a helyi árusok a nézelődőket, a vásárolni vágyukat, tehát az őszi gardróbvásár ma délután 16 óráig tart, és az őszi vásár ma délután 17 óráig itt a helyszínen. És ahogy látom, már a zenecsoport tagjai megérkeztek. Mielőtt még a színpadra lépnének, kérem engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak róluk azok számára, akik nem ismernék őket, de szerintem olyan nincs Erdővidéken, hiszen Erdővidék lakói büszkék lehetnek, és büszkén elmondhatják, hogy tele vagyunk tehetséggel, tele vagyunk tehetséges gyerekkel, felnőttel, és ha nem vagyunk mi kevesebbek, sőt többek tagjai is rendkívül tehetségesek. A zenés csoport egyébként 4 éve alakult meg, és folyamatosan működik. Megálmodója és megalapítója Gáspár Krisztina, amivel sajátott nevelést igénylő gyermeke van, így általa neki köszönhetően indult a csoport. A csapat létszáma egyébként változó, korhatár nélküli, és mindig nyitva van a kapuja mindenki előtt. Tetejében aranycsipke, rászállott a buszgerlice. Ha én buszgerlice volnék, babám ablakába szállnék. Ott is csak azt dalolgatnám, ébren vagy-e, kedves rózsám. Ott is csak azt dalolgatnám, ébren vagy-e, kedves rózsám.
újra kezdhetnénk. Legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Mindig azt nem értem, hogy ez neked is neked is jó. Talán túl sokat nem értem, én is benne ide vagyunk. Talán lehetek ide vagyunk. Én is benne ide vagyunk. Hogy ez nekem is neked is jó. Talán túl sokat nem értem, én is benne ide vagyunk. Bárcsak újra kezdhetnénk,